sì. Cioccolò, cioccolò, gnusù. Gnusù. No, Tom, gnusù. Cioccolò, cioccolò. Minchia, chi era Sciogliè? Chi è? Io, cioccolò. Chi era Cioccolò? Orsi, az ideális Júlia. Cioccolò, mina, gyolotti vagyok. Én nem vagyok. Jaj, Orsi, a droga, téged vartunk. Ez teljesen természetes, ami arcod, meg minden, ahogy így kinézel. No, győző, Mori. Hallod? Emberi, ma, szét. Gyere fel, jó középre, köszönöm. Azt a mindenit. Oda kell majd benézni, győző, itt van most te. Ha, az én ma győzőm. Hát én elképzelésem szerint a Júliának úgy kell kinézni, hogy fiatal, nagyon dizájnos legyen, és teljesen belevaló legyen, meg jó tudjon beszélni, énekelni, meg tudja azt, hogy hol tartunk. Melletted én állok mindig, nem tágítok már. Bármikor Bécsben jár, engem lát Európa népe. No végre, Isten is velünk van, megérkezett a hölgy a végére. A Jóisten nagyon szeret minket, mert megajándékozott egy hölgyel, egy természetes szépséggel, és úgy énekelt, hogy wow. Úgyhogy már megvan a két emberünk, Júlia és Rómeó. Köszönjük szépen! Remek volt. Jó volt, ugye végére tökéletes hát volt. Hát én úgy érzem, hogy megvan. De megvan. Zsolti, te szakmailag hol végeztél? Melyik filmművészeti iskolában? Viszlátszia? Szia, de ez velünk van. Győző. Szép napot. Ez Orsi, ez velünk van. Szia, de Zsolti, veled kérem, sírom, hogy Orsi. Te mindenkinek azt mondtad, hogy jó, nagyon jó. Nézd, egy igaz, Győző. Itt voltál összeomolva, hogy nincsen Júliánk, nincsen szereplőnk. Mégse reménytelen a helyzet. Van két szereplők. Van egy Rómeó, meg van egy Júlia. Gyere. Szia. Hello. Mizu. Hát Mizu, Azu, Ediné voltam. Mi van Edinával? Semmi. Beteg. Mi van? Beteg. Beteg. Ez a casting, de egy értelmiség. Kettő értelmiség volt, a többi az... Nem volt jó? Nem. Jó, hogy nem mentem. Semmi. Semmi, anyuka. De nem tudunk drámát csinálni. Nem? Nem jó? Nem nagyon. Hát a casting, mivel én nem voltam részese, most nem azt mondom, hogy úgy szépen, ahogy van, de ezt gondolom. Elmegyünk az ügyvédhő, hozta az a jó barátaink, mert ha barátot akarsz megtartani, akkor nem az neki kölcsön pénzt. A jó barátaim, mert az első tárgya lassan nem jöttek el, és megkérdezzük az ügyvédnőt, hogy most akkor mi lesz másodszor. Most ne haragudja, annak idején, amikor azt a pénzt odaadtad nekik, mert te adtad oda, te vagy mindenkivel nagy viszonyban, te az unokatestvérednek is, Marikának kiszórtad a pénzt egyből, te mindenkinek. Szeretek kölcsön adni, mert szeretek embereken segíteni, és ezt kihasználja. Kihasználják azt, hogy embereken segítünk, kihasználják azt, hogy jó lelkem van, és akkor meg vissza kell kérni, akkor meg én vagyok a hibás. Én is mindenkibe hiszek, barátaink vannak. De ha valaki barátkozni akar, akkor nem kér kölcsön pénzt. Ez aki rosszul indul a híradó, akivel még eddig összevesztünk, azt mint te hoztál. Üdvözlöm. Dr. Hirosz Virág ügyvéd Győzikéjék reménye. Üdvözlöm. Foglaljanak helyet. Na hát ügyvédről, amíg jöttünk, azt tudja. Január 28-án kitűzték reggel 10 órára, egyeztessük reggel 10 órára tárgyalást. Egy pillanat, mindjárt szólok a kolléganőnek, hogy akkor hozza be az aktájukat, jó? Jó. Ez az első. De akkor január 28-án, mert a téged is beidéztek, Evelint is, beidézték Bazsit is, beidézték Zsoltit is. Mindjárt meg is nézzük akkor, hogy... Jó, és én úgy tudom, hogy a múltkoriból maga már kapott másolatot, ahol tagadjak, hogy mi nem is adtunk már neki pénzt, most ott tartunk, hogy ma van egy olyan levelünk is, hogy ma tagadjak. Ma olyat is hallottam, hogy ma múltkor, amiben írtak, hogy nem tudtak megjelenni a tárgyaláson, hogy ma abban meg az, hogy nem is adtunk neki kölcsön pénzt. Hát ugye már a büntetőügyben igen nagy gyakorlatunk van, a vádlottak padján ültünk eleget, ott onnan már úgy valahogy úgy menekülne az ember. Mert ugye itt, hogyha megkeresem az aktában, akkor rögtön megtalálom az ő válaszukat is, nem tudom, emlékszik-e a két soros kis macska kapalás. Igen, igen. Na most egyértelmű, hogyha valaki nem kapott felszólító levelet, akkor mire válaszolt? Tehát én úgy gondolom, hogy már a bíróság előtt meg kell, hogy álljon, hogy az ő szavahihetőségük az elég erősen megkérdőjelezhető innentől kezdve. Meg ott a hangfelvétel,
Ott az 50 perces hangfelvétel, amikor elmondja, hogy igenis adtunk neki kölcsön 5 millió forintot. Hazudoznak össze-vissza. Most hát akkor most letagadjak, de most akkor a hangfelvétel. Hát akkor mit? Hát már akkor... Fucsi adja vissza. Nem fogja visszaadni. Ettől ma ügyvédnőeim, ma lehetek, Michael Jackson pedig sose leszek, hogy még ezektől visszakapjuk a ilyet. Tetszik nekem belőle másolni, hogy úgy, hogy megtanuljam, hogy nem adtunk oda neki pénzt. De még az egyik levelében azt mondja, hogy ennyit adott. Hát akkor normális, akkor azt ügyvédtanuló lesz ő is. Ra! Kakkantok én az ügyvédi bizonyítványra, meg azokra is, akik már hozzám mennek, akkor lesz ügyvéd, mikor én Jackson. Nekem ma nem sok kell, hogy Jackson legyek. Ma nem sok kell, ma csak az arcomot kell átalakítani, de neki az egész életitát kell alakítani. Én felvállaltam 17 éve, hogy közszereplő ügyvédnő, 17 éve belenézek az ország szemébe, ja, és igen, nem bújok el. Ha valaki nem csinált, akkor miért nem jött el az első tárgyalásra? Szerintem megvan a sanszunk arra is, hogy nem jönnek el. De miért nem jött el az első tárgyalásra? Ugyanúgy nem. Hát, hogyha nem vagyok bűnös, elmélkül belenézek a szemébe. Azért nem jön el, mert bűnös. Azért nem jön el. De miért menti el az elsőre? Azért, mert nem érzed magad bűnösnek, mert te várod. Ide, de úgy, ezt ma hiába itt tarthatod, de éveken keresztül az ugyanúgy marad üresen. Ennyi. Győzőnek ezek a helyzetek abszolút nem fekszenek. Egyébként olyan szinten felpörgeti saját magát, hogy annyira ki tud jönni a sodrából, hogy nagyon. Nem csinálna nekem abba egy fénymásolatot, hogy megtanuljam magamnak, hogy mi jobban felmenjen a cukrom. Hát jobban ne menjen fel. Ott nyugodtan kell mindenkinek, mindenki azt fogja elmondani, amit látott, ami történt, ezen nem, nincs mit betanulni, úgymond. Szégyeljék el magukat, szerencsétlenek. Győző, olyan csúnyan viselkedtem. De hogy viselkedtem, Bea? Nem, erről nem az ügyvédnő. De jó, de nem tudhat az ügyvédnő. Minket képvisel, azt tudom, akarja, de én szeretem az ügyvédnőt, tudja. De Bea, én is tisztelem az ügyvédnőt. De Bea, akkor inkább használ egy gyermekalapítvány, ne ő vabla mázsat fejvel, olyan a fenekin a mázsamamáknak. Hát ne ő ma most letagadja, akkor nem adtunk neki pénzt, a szerencsétlene. Arra, hogy hozzánk visszakerül a pénz, semmilyen szintű esélyt nem látok, mert attól ők rafináltabbak, kígyólelkűbbek. Letagadta! Hogyha arra volt neki bátorsága és mersze, hogy elvegye azt a pénzt, kölcsönkérje, amit kölcsönkért, akkor arra is legyen ma neki mersze és bátorsága, hogy bevallja az, hogy kérlek szépen, ez a szitu, én tőlem azt a pénzt ma nem látjátok, azt nem ezt meri. Akarom, nézze hát be a szememben! Hát nézem bele a szemembe, ha ő nagy menő. Hát nézem bele a szemembe. Hát nézem bele a szemembe. Most kitalálgassak, hogy fenyegetem őket, az ügyvédnő is fenyegeti őket. A halál, ami elviszi őket egy örök körútra. Az fenyegeti őket, a halál.